Sziasztok! mindenkinek, minden gyereknek jó estét. Remélem, már agyban vagytok ma is. Ez itt most már a negyedik mese, amit fel fogok nektek olvasni, pedig ebből a könyvből lesz már jól ismeritek, akik követi ezt a sorozatot. Így és Gyula 77 magyar népmese című könyve. Meglepő módon 77 magyar népmese van benne. Én már István vagyok, még mindig, és még kilenc napig kilenc napig vagyok itt, ahol vagyok, és kilenc nap múlva tudok csak hazamenni ahhoz a két gyerekhez, akiknek legfőképpen ez a mese szól Annához és Andráshoz. Remélem ők is hallgatják, és remélem, hogy hallgatja minél több gyerek, mert mindig jó mesét hallgatni és elképzelni, hogy hogyan, hogyan, történtek a dolgok, meg hogyan néztek ki. Mert hogyha belegondoltok, akkor lehet, hogy le is rajzolhatjátok akár azt az embert is, meg azokat a dolgokat is, amik történtek vele, hiszen ma este nem másról olvasok nektek mesét, mint erős Jánosról. Hmm. Nem erős pista, azt a levesbe tesszük, hanem erős János. Na figyeljetek, remélem már fogadt mostatok, és kezet is, és ott vagytok az ágyba, anyápa körülöttetek. Hmm. Én megolvasom akkor most a mesét. Nagyon figyeljetek, nagyon-nagyon izgalmas és érdekes. Lássunk neki. Erős János Volt egyszer egy özvegy hogy egy fia, Jánosnak hívták. Felnőtt már 18 esztendős koráig, de semmit nem akart dolgozni. Az anyja nagyon búsult, hogy mi lesz az ő fiával, amikor még egy szikrát sem akart egyik helyről a másikra tenni, hanem csak beült a sútba, és őrölgette a hamut. Mikor húsz éves lett, a szomszédban házat építettek. Éppen a gerendákat akarták felhúzni a házra. Azt mondja János az anyjának, miért kopácsolnak azok ott túl a szomszédban? Házat építenek, fiam. Mindenki dolgozik, csak te nem akarsz. Elmegyek én is, azt mondja, segítek. Elment hát. Éppen a gerendákkal kínlódtak. Húzták ide is, tova is, de nem bírták. Álljatok félre, onnan semmi háziak, felrakom én, ne féljetek. Menj el, hamu örlő, nem érsz még egy hagymát sem. Bizony, ti nem érdemlitek meg az ételt? Abba fogja János a gerendákat, és felhányja a házra. Lett neki aztán becsülete. Mindenhova elhívták napszámba. Abból, amit keresett, megéltek becsületesen ketten az anyjával. A falu bírája azonban igen fösvény ember volt. Azt mondja Jánosnak. Szegődj hozzám, János! Eltártalak esztendeig édesanyáddal együtt, de bért nem adok egyebet, hanem kettőnk közül, amelyik hamarabb megharagszik, annak a hátából egy pár bocskor és bocskort vághat a másik. Nem bánom, bíró úr, legyen úgy. Volt egy nagy darab csalitos, volt egy nagy darab csalitos füzese, és volt egy csomó juha a bírónak. No János, egyéb dolgod nincs, kihajtod a juhokat és a cserjét, mind kiszeded őszig. Kihajtja János első nap a juhokat, nézi a tarisznyáját, hát nincs benne semmi étel. Ő bizony neki látott, két juhot megfogott, a legszebbeket, megnyúzta, tüzet csinált, megsütötte és megette őket. No János, vágtál-e ki sokat, kérdi este a bíró. Igen, én, kettőt, a legszebbeket. A bíró azt gondolta, a cserjét vágta ki a legszebb bokrokat, kettőt. Másnap megint kiháltja a juhokat, a tarisznyájába akkor se tettek semmit. Akkor nap is megfogott két juhot, megsütötte és megette. Harmadik napon is csak úgy csinálta. Negyedik nap kiment a bíró maga, hogy lássa, mint dolgozik János. Hát látja, hogy a juhokból hiányzik hat, de cserje semmi sincs kivágva. Hát Jáncsi, mit dolgoztál? kérdi a bíró. Amit lát a bíró úr, csak nem haragszik érte. Számba vette a bíró, hogy Jáncsinak enni kell, mert egyébként nem dolgozik, és a juhokat is mind megeszi. Másnap tett neki kenyeret, szalondát, hagymát, és egy kis pálinkát is a tarisz nyájába. János neki látott, és mind kitépte a cserjét, egy szikrát se hagyott. No, elfogyott a cserje. Másnap elmentek szántani a bíró úr és János délben, amikor az ökrögettek, meg a bíró úr is, azt mondja János. Bíró úr, én egyet pendülnék hazáig. Nekem olyan szokásom van, hogy amikor szántok, perdülnöm is kell. Megint úr János futott a bíróházáig. Ott volt a kántor a bírónénál. Ahogy meglátja Jánost, hogy ő messziről, azt mondja. Kántor úr, csak valamerre bújjék el, mert baj van. Elbújik a kántor be a kemence mögé. János bemegy, kérdi a bírónét. – Mi majd van, János? – Azt mondta a bíró úr, hogy a fuszúj kakarót mind hányan be a kemence mögé. Előbbre ugyanis egy nagy csomó babkarót vittek haza a bíróházához. Kapja magát János, behánta mind a karót a hegyével, ahogyan meg voltak hegyezve. Jól összeszurkálták a kántort. Avval futott vissza János a mezőre. Kérdi a bíró. – Na, hát perdültél-fordultál, János? – igen, bíró úr, most mehetünk dologra. Estig szántottak, este hazamentek. Panaszkodik a bíróné, né, hogy János mit csinált, mikor otthon volt délben. A kakarót karát behánta minden kemence mögé, de azt nem mondta meg, hogy a kántor is ott volt. Másnap megint elmentek szántani, délben János megint perdül fordult, akkor is elment haza. A kántor megint ott volt. Meglátja a bíróné Jánost, mondják Ántornak. No, valam, erre el kell bújni, mert megint jön a János, mondják Ántor. Egye meg a manó Jánost, mert vagy tátos vagy bolond. A múltkor is jól összeszurkált. Ma vajon mi történik vele? Menjen csak bújjon el hamar, mert itt van. Az ajtó mögött van egy kád gyapjú, abba kocorodjon belé. Bemegyen János, kérdi a bíróné. Miféle baj van? Azt mondta a bíró, főzek két üst vizet, és forrázzam meg az ajtó mögött a kád Úgy is tett János. A bíróni ellenkezett, de nem volt mit tenni, mert János felforralta a vizet. Ráöntötte a gyapjúra, és visszaperdült, fordult a mezőre. Kiperegtet forogtad magad, János. Ki bíró úr, immán dolgozhatunk. Dolgoztak estig, este hazahajtottak. A bíró felesége megint panaszkodott az urának, hogy János odahaza járt, és a gyapjút megforrázta? Ő nem akarja tovább tartani szolgának. De hogy pusztítsam el, hogy küldjem el, mikor fogadásunk van? Mindjárt kivágja a bocskort meg a szíjet a hátámból. Kitalálta hát a bíró, hogy Jánost elküldi a nagy erdőbe. Menj János, azt mondja a bíró. Van nekem egy disznócsordám, meg egy disznópásztorom az erdőben. Miklós bácsinak hívják. Vigyél neki egy inget és egy gatyát. Mondjad neki, hogy vegyen fehér inget meg, fehér gatyát, mert már régen nem vett. És hajtsátok haza a disznókat. Elment János, de a bírónak nem volt disznó csordája. Arra gondolta a bíró, hogy Jánost az erdőben bizonyosan megeszik a vadak. Megy János, viszi az inget meg a gatyát, jár az erdőben mindenfelé. Sehol disznó csordát, sehol disznó pásztort nem lát. De egyszer csak... A nagy erdőben talál egy falka vaddisznót, meg egy medvét. A medve épp kerítette a vaddisznókat. Az azt jelenti, hogy kezdte őket becserkészni. Meglátta Jánost, úgy gondolta, az a disznópásztor a Miklós bácsi. Álljon meg, azt mondja a medvének, vegye inget meg gatyát. Hoztam tiszta fejéret, aztán meghajtsuk haza a disznókat. De a medve oda se neki. Álljon meg, Miklós bácsi, hát hova megyen? a medve elkezdi. Mam, mam, mam. Na no, majd, nem majd, hanem most rögtön vegye fel ezt az inget, azt parancsolta a bíró. A medve csak cammogott, ides tova. Megfogta János a medvét. Miklós bá, azt mondja, itt az ing meg a gatyá. Vegye fel és hajtsuk a disznókat. A medve csak nem akart. János, megfogta, két jó nagy pofont adott neki. A medve megint elkezdi. Mam, mam. mam. Nem ma, hanem most rögtön hajtsuk a disznókat. A medve látta, hogy János ugyancsak készülőt pofozni, felhágott egy fára. Szálljon le onnan Miklósba, hát hajtsuk a disznókat, elkésünk este lesz. De a medve nem jött le. János előkapott egy nagy rudat, lepiszkálta onnan. Na, hát most sem jön Miklósba. A medve megint elkezdte. Mam, Mindig csak ma, mindig csak ma, most rögtön mondta János, és megragadta a medvefülét. Adott neki egy jó pofont, és húzta. A rúddal terelte a disznókat, a másik kezével meg Miklós fogta. A disznók is hogy hogy egyet-egyet kapnak a rúddal, csokorba gyűltek, és mentek szépen. Csak egy nem akart menni, az mindig szembeszállt Jánossal, hogy megmárja. De János úgy agyon csapta a rúddal, hogy mindjárt felfordult. Megnyúzta, megsütötte, a felét adatta Miklós bának, hogy egyen ő is. Megették, és megint elindultak. János most már eleresztette Miklós bát, oda kiáltotta neki, hogy kerítse ő is a disznókat. De a medve csak ódarolt ide de nem akart semmit se dolgozni. Megfogta ismét János a fülét neki, és vitte. Úgyis is hazahajtom a disznókat, s magát is viszem, kiáltott neki menés közben. Amikor a kapun be akarnak hajtani a disznókkal, hát meglátja őket a bíró. Jaj, szerelmes Istenem, mondja a feleségének, ha jön megint a János, hoz egy csomó disznót, azt mondja János. Ez a Miklósba, ez nem ér egy fabatkát sem, feladtam rá a fehér inget, a fehér gatyát, mégsem akart jönni. De enni nagyon jó leszik, a kenyérnek a felét megette. Ennek ne adjon semmi bért, nem érdemli meg. Jól van, János, fiam, nem adok egy krájcárt Nem életre való ember. De hova rekesztjük a disznókat? A csűrbe rekeszt Miklós bát meg a disznóolba. Úgy is tett János. Berekesztette a disznókat a csűrbe, Miklós bát pedig a disnóóba. De másnap azt mondja a bíró Jánosnak. Mit adjunk ennek a sok disznónak enni? Megeszik a fejemet, ha nem űzzük vissza az erdőbe? Vissza kell őket űzni oda, ahonnan jöttek. János azt mondja. Disznópásztor én nem leszek. A bíró úrnak, ha tetszik, űzze ki maga hanem Miklós bával űzesse ki. Csak verjen rá, ha nem akar menni. De a bíró egyikhez sem akart közelíteni. Se a disznók közé, se Miklós bához. Azt mondja. János fiám, vágjuk le őket, de mind. Kezdik vágni. Vágja két nap a disznókat, spörkölik őket szálmával. Harmadik nap elfogyott a szálma. Nem volt mivel pörkölni. János fiám, azt mondja a bíró, eredj, menj el a szomszédba, kölcsön szalmát. Elmegy János a szomszéd, most kér kölcsön szálmát. Azt mondja a szomszéd. Hátul a csűr mellett van onnét, vigye János, amennyit gondolsz. János felveszi az egész bogja szálmát, és viszi az udvaron át a kertbe. De a csűr szegletébe megakad a szálma bogja. János nem tudja tovább vinni, kérdi a szomszédtól, hogy szabad-e egy cseppet arrébb mozdítani. Szabad, János, szabad! Azt gondolta a szomszéd, hogy a szálmát szabad-e vinni. János megfogta a csűrt, félretaszította, úgy vitte tovább a szálmát. Megpörkölték a többi disznót is. Most már azon gondolkoztak, hová tegyék ezt a sok húst, ezt a rengeteg szalonnát. A bíró azonban eközben is azon törte a fejét, hogy Jánost hogyan is pusztítsa el. Volt egy nagy kút az udvaron, de víz nem volt benne régóta. A bíró azt sütötte ki, hogy rakják be a húst a kútba. Beállította a kútba Jánost, hogy ez rendezze el a húst de egyszer csak a kútszádára egy nagy malom követtejtetett a bíró. Azért, hogy János ne tudjon kijönni. János látja, hogy nem adnak le több berakni való húst, megveti a két lábát a kút kéldál, két oldalán, s feljő a kútszádához. Hát látja, hogy egy nagy malom zárja el a kútszádát. De ő bizony nem áll meg, neki megy, s a fejét a malomkő lyukába dugja. Kiáll a kútból a malomkő, malomkővel a fején, megy a bíróval és jó napot köszön neki. Adjon Isten jó napot, bíró úr! Ilyen kalapja bíró uramnak sohasem volt, de kérdem én. Húst miért nem adnak le többet? Mondja a bíró. A többi eladtam, János. Épp akkor jön egy híradó, hogy kell -e ki vagy húsz-harminc ember a faluból katonálnak. Nagy viáskodás van, az országot el akarják foglalni mások. Megörül a bíró, hogy Jánost most csatába háborúba küldheti, mondja is neki. János fiám, ha menni kell háborúba? Hát, bíró úr, mit kell ottán csinálni? Egyebet nem, János, csak verekedni. Jó, bíró úr, elmegyek, azt mondja. Bemért Jánosnak a Tett neki puliszkát, lisztet, disznóhúst, meg egy nagy serpenyőt is. János meg elindult szépen. Odaért a harborúba, azt mondja. Előbb főzök egy kis puliszkát, majd azután kezdek verekedni. Eszem jól előbb. Amint főzte a puliszkát, hát már jöttek az ágyúgolyók az ellenségtől. Ne dobáljátok engemet, mert bizony pórú jártok. De bizony csak jöttek a golyók. Ki mellette, ki az üst felett repült el. Na no, bizony csak még feldöntitek nekem itt a poliszka főző üstömet. De lesz számbajatok, csak helytelenkedjetek. Hát az ágyú golyó többek közt éppen az üstöt talált el. Darabokra az üst, a puliszka meg kiemlött. Ej, megharagudott János nagyon. Volt a közelben egy sátor kikapott egy sátorlábat, rárontott az ellenségre, a sátorlábbal össze visszaverte őket. Meghallja a király, hogy jött egy ember, és már meg is verte az ellenséget. Maga elé hívatta és megtisztelte. A lányát feleségül adta hozzá. Csaptak nagy lakodalmat. Tál, kanál, elég volt, de szerencsés ember volt, aki egy cseplevet is kapott. Én is oda mentem. Kértem, adjanak egy kicsi húst. Egy ember csonttal jól megdobta a ballába, mert máig is sántikálok vele. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek, aludjatok jól, holnap folytatjuk. Sziasztok!